Sziasztok! Ismét jelentkezem, aminek apropója is van. Most nem aromabemutató vagy készülék bemutató lesz, hanem hozott valamit a futár, méghozzá Olaszországból. Kettő darabot hozott, és ebből a kettőből szeretnék egyet oda ajándékozni nektek. De ez nem ingyen van. Idézőjelbe teszem az ingyenességet. Egy kérdés kell ma még válaszolnotok. Elküldeni nekem a helyes választ. És a helyesen válaszolók között fogom kisorsolni ezt a letabakériás közepes méretű tokot, tároló tokot. Bemutatom belülről is, hogy néz ki. Megint nem én vagyok az érdekes, hogy engem lássatok, csak én is szeretném látni, bemutatom, mit mutatok. Tehát ebbe elfér végül is a mód. Itt egy ilyen gumis pillanpanc van itt, amivel le tudjátok fogadni. Itt a felső részben meg lényegében lehet vatát, tekerést, akármit tenni, viszont én ezt a tokot nem fogom a nyertesnek üresen odaadni, mutatom még egyszer. Nem fogom üresen odaadni, ugyanis a tokban benne lesz egy letabakéria lemedzátó névre hallgató aroma, a Linea Elite sorozatból. Ez egy bontatlan aroma, dohányos ízvilág kedvelőinek. Ez egy Kentucky dohány, aroma lényegében, nem ismerem még én se, nem tudom milyen, úgyhogy még majd azt is szeretném kérni, hogy aki megnyeri, akkor majd pár szóban azért írja le, hogy mik a tapasztalatai ezzel az aromával kapcsolatban. És a kérdés, amire várom a választ, szintén a latabakériához és az aromákhoz kapcsolódó kérdés, milyen módszerekkel tudjuk csökkenteni a latabakéria aromák kokszolását? Több módszer is van rá. Szeretném, hogyha az összes módszert leírnátok, mert csak úgy lesz kerek és értékelhető a válaszotok. A választ az izgózler, így ékezetek nélkül izgózler@gmail.com címre várom, de majd itt a képernyő alján is ki fogom írni a kérdést és az e-mail címet, valamint a válaszadási időt, hogy ameddig tudtok rá válaszolni, ami ezen a héten, tehát 2024. április 12-e péntek 0 óra. Tehát eddig várom a helyes válaszokat, az azután beérkező válaszokkal sajnos nem fogok tudni érdemben foglalkozni. Úgyhogy játékra fel, finom, gazdag, zsíros gőzöket kívánok mindenkinek, jelentkezem legközelebb, sziasztok!